Az egyik ingatlanpiaci portálon csupán két új építésű lakást hirdetnek Tolna megyében. Mindkettőt Pakson kínálják eladásra az építési vállalkozók. Közülük az egyikért egy háromszobás, 108 négyzetméteres tetőtéri lakásért 52 millió forintot kérnek el az eladók. Egy 122 négyzetméteres házat pedig 76 millió forintért árulnak. A 485 ezer és a 622 ezer forintos négyzetméter ár első hallásra magasnak tűnik, ám nem egyedülálló Magyarországon, különösen a nagyvárosokban. A családok különböző támogatásokat igyekeznek igénybe venni az ingatlanok megvásárlásához. A legújabb kormányzati intézkedés, hogy a lakás áfát 27%-ról 5%-ra csökkentik. 2022. december 31-ig megépülő új lakásoknál lehet ezt a kedvezményes adómértéket alkalmazni. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, az áfa csökkentésére szükség volt, ami miatt több új lakás épülhet majd a megyében. Nagyon fölmentek az árak, ezzel lehetséges az, hogy egy olyan 20% körüli csökkenés lesz a lakások árában. Ma már annyira magasak az árak, hogy a fiatalok nem győzik. Az előző példánál maradva ez azt jelenti, hogy a 108 négyzetméteres lakásért 52 millió forint helyett 41 millió 600 ezer forintot kérhetnek majd el jövőre. Egyelőre sok tényező nem ismert a támogatással kapcsolatban. Nem tudni, hogy mikortól hatályosul a kedvezményes áfa és milyen építkezésekre vonatkozik. Üdvözöljük az áfa csökkentést és várjuk a részletszabályokat, reagálta a kormányzati intézkedésre Koi László, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Úgy véli, az áfa csökkenés miatt több új lakás fog épülni, többet fognak eladni és olcsóbban lehet majd az ingatlanokhoz hozzájutni. Még akkor is, ha az építőiparban béremelés lesz, és az építőanyaggyártók is emelik az áraikat. Ez évben már csak egy olyan 3-4%-os költségnövekedésre számít egyrészt a háttéripar részéről, anyagipar, bányászat, fuvalozás. Ő maga pedig az idén már 2%-tól nagyobb béremelést nem tervez, tehát az építőipar területén jelentős költségnövekedés nincs. Tavaly 21.400 új lakást adtak át az építési vállalkozók. Idén ez a szám 25.000 lehet. Koi László szerint megvan az esély arra, hogy 2021-ben csökken az új építésű, átható lakások száma, hiszen jelenleg 35%-kal kevesebb lakás van kivitelezés alatt. Ezekkel az intézkedésekkel azonban 2022 végére ismét 25 és 28 ezer új építésű lakást adhatnak majd át az építési vállalkozók.